Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Fokalászó vagyok. Brüsszeli néző Zsuzsike. Van egy problémánk. Igen, van egy problémánk. Ezt le tudnánk tudni megbeszélni. Milyen? Nyilván, mert annyira nagy, hogy 28 milliárd forintról van szó, és az ahhoz, hogy jó. Aztán egy helyzetben ugye ennyien ugye hát megértik, hogy nem tudjuk ezt megoldani. Úgyhogy milyen olyan megoldást tudnánk megbeszélni, ami önöknek is jól. De ez van egy ilyen... Az a problémák, hogy ma lett volna egy tárgyalás, ami nekkel, tehát én egy kedvük lenne a... Olvasnak a sajtóban. Szeretek olvasni. Igen, szeretném. Most ezzel nem jött összeki, tehát illetve önök ügyvédje ott volt, de érdemi tárgyalást nem tudtak lefolytatni, mert a keresetünket a hivatal megküldte át a jogi képviselőre. Melyik hivatalban? Mármint a bank. Tehát mi nem küldtük az érvényeket. Jó, és ezért elhalasztották most a tárgyalásunkat, de ugyanakkor annyira idegesít már ez az összeg, hogy ezért szeretnék én felvilágosítást kérni. Mert kaptunk önöktől egy elszámolást, ami 109.029.071,49 svájci frankról szól, ami majdnem 29 milliárdot jelent. Félre ne értse, de ez egy olyan horderejű kérdés, amit mondjuk egy lokális kis bank fiókban, én nem fogok tudni önnek megválaszolni. Hát ha felvenni fel lehetett, akkor válaszolni. Mindenki számára világos legyen, az egész helyzetemnél sokkal bonyolultabb és összetettebb. Nem véletlenül folyik egy bírósági pererről. Ön és a mi bankunk között. Ennek a feljöttek egy UniCredit bank fiókba, ahol megértik, mi nem minden részére rátunk rá a banküzemnek, úgy, ahogy a hitelt sem mi folyosítunk közvetlenül személy szerint, így ennek a pontos bemutatása, hogy hogyan alakult, és az a hitel eldöntés, hogy aztán később ennek mi lesz a sorsa, az sajnos nem feltétlenül a mi hatáskörünkben tartozik. Egy jó példával illusztrálva, azt gondolom, hogyha az államigazgatás bármely szervével vitája van valakinek, ez nem feltétlenül adott pillanatban egy kihelyezett teremben, mondjuk egy földhivatalban egy kedves ügyintéző fogja megoldani, és mi ebben a történetben maximum egy ügyintézők lehetünk. Sajnálattal tudom azt mondani, hogy erre nem fogok tudni érdemben önnek választani sem megoldást. Megérte az önök problémáját, ez a fölháborodását, és emberileg elfogadva ezt a lépést, amit megtettek, de nem tudok érdemben erre reagálni. Igen, parancsolja. Csak amit szeretném megkérdezni, hogy itt vannak számítások, és gondolom a minden ügyintézőről, ugye önöknek egy számították, és azért szeretnék a segítségüket már bocsánat, hogy tudnak egy számítást tenni. De most a számítást nekem nem tudom, amennyiben beállít, le van vezetve, hogy nagyjából kitában, hogy jött ki a részlegedet? Különböző osztályai vannak a banknak. Az egyik, amíg az ügyintézésnek az a része, hogyha ön bejön, és mondjuk, hogy mi történt holnapról mára az ön bankszámlájával, mennyi pénz jött be rá, ha előre meghatározott kamatokkal halad egy dolog ügymenetszerűen, arra fogunk tudni választani természetesen, de amikor átkerül egy dolog a behajtási osztály, ez egy teljesen más osztály. Tehát azt kell elfogadniuk, és tényleg nem tudok más mondani, mondom még egyszer megértve az indulataikat, hogy erre ma itt nem fogunk tudni választani. Nem fogok tudni megtenni. Ha ezt után érdeklődni, akkor a teljes felelősséggel felmerik vállalni, hogy nekem ajánlanak egy... Ennek megvan a maga számítása, igen, csak az nem szól arról, hogy mi van, ha nem fizet valaki, vagy nem rendesen. De arról szól, hogy van, hogy a bank egyszerűen hatalmul a logikájára elmegy a... Ez egy szerződésszerű kérdés, amire megint olyanokat várnak tőlem, amit valószínűleg erre... Érdeklődök, hogy akkor ezen
hogy felelősségre én személy szerint bemerek sem vállalni. De azt mondom, hogy minden keretet elmondva, korrektül elmondva, ha ezek a forgatókönyvek így és így alakulnak, akkor ez így és így tud változni. És azt mondjuk, hogy csak a kamatperiódus végéig látunk pontosan előre, az összes többi az egy kockázat, mint amúgy a pénzvilágban. Egy kérdésem van, hogyha bemegyünk egy boltba, és azt mondom ma, hogy szeretnék minden nap itt tejet venni. Ön nekem 10 évvel előre meg tudja mondani, hogy mennyiért fogja nekem azt a tejet eladni. De nem is mondja el! Ez azért voltam kérdelem ilyet, hogy ez most... Még egy dolgot, azért segítsenek. Nekem még mindenféle saját egyéni ügyleteikkel valamilyen szűrőn keresztül látják ezt a kérdést. Én meg itt dolgozok, mint munkavállaló. Magánéletben higgyék el, ugyanolyan ember vagyok, mint önök. És olyan dolgot várnak el tőlem, ami nem az én kompetenciám. Én pont erre akartam föltenni a kérdésemet. Ön nem a fiók igazgat, ugye? Önök így intézőt kérdezik. Hogy intézőt. De nyilván van egy fiók igazgat, vannak van egy felettesek. Hol van az a pont, aki tud erre nekünk most válaszolni? Most ebben a pillanatban én önnek nem tudok ilyen pontot adni. Igen. Ezekre a kérdések nem is biztos, hogy van válasz. Mert az a kérdés nyilván, amikor elkezdenek egy kérdést tölteni, abból nyílik egy újabb kérdés. Hát ez nyilván kérdés, és egyetlen egy választ fogadnának fel teljesen korrektül, ha azt mondanám, hogy minden felelősség a miénk is. Nem. Én már a felfogadom válaszként, ha azt mondja, hogy a 70 milliós tartozásból hogy jön ki 28 milliárd forint. Ez egy tökéletes válasz. Az a probléma ezzel, hogy nem fogok tudni erre választani. A válasz valószínűleg a bíróságon születik majd meg. Ezért van minden fórum, minden vita fórumnak van egy felső vitari fórum, ezek a bíróságok függetlenek a bankoktól és a magánemberektől. És sajnos erre a választ nyilvánvalóan csak a bíróság fogja megadni, amikor ez az egész eljárás lezárul. Miért a bank nem tudja kiszámolni, még ezt tudunk rá szóval. Ez a kérdést én értem, de nem fogom tudni erre értelmezni. Csak azt szeretném kérdezni, hogy 2008. február 26-án Gyurcsány Ferenc Simor Andrással eltörölt az árfolyamsávot, mint olyat, és bevezették a lebegő árfolyamsávot. Például a bank általában engem sem értesített ki erről a tényezőről, és például ez egy olyan konkrét dolog, amit önöknek itt a hivatalban vagy a bankban meg kellett volna írni, és az ügyfeleknek kiküldeni, hogy kedves ügyfél, holnaptól levegő árfolyamsáv lesz. Na, ez például egy konkrét példa. Én nagyon nehezen tudok erre ismételten válaszolni, mert a levegő árfolyam az megint egy más kérdés, és nem szeretnék ebbe úgy annyira belemenni, ha megint. A levegő árfolyam nem feltétlen befolyásolta ennyire, sok minden más befolyásolta, de én még egyszer önöknek elmondva, nem jó fórumon vannak. Én ennél többet nem fogok tudni mondani. Ha egy ügyfél bejön, vermésről, még egyelőre, a levelezéssel, és bejön egy, nem mehet be az igazgatóságra, mert oda nem engedtek. Ha bejön érdekel, nem tudnak érdemben válaszolni a kérdéseire ezek szerint? Ha egy új ügyfelfelelő, mint hogy a napi ügyfelekben van, amikor van egy nyitott jogi vita, akkor azt nem várhatja el, hogy a minden ponton dolgozó kolléga ezen érdemben felett. Ott megvárjunk, amit telefonálni. Ez a fórum nem az a fórum, sajnálom. Tehát egy lakossági ügyfélszere, még egyszer mondom, nem fog elmenni az önkormányzat minden egyes szervezetért, ha azt tudja, hogy ott erre nem fog tudni válaszolni. Ha a parlamentbe hoznak egy törvényt, egy
állam... De nem a parlament hozta meg a számítását, az összegről szeretnénk valami. Az összegnek az öntése az még folyamatban van, és ezt fogják meg a bíróság. Még nem biztos, hogy ennyivel tartozik ezzel a számítás? Ezt meg a bíróság el fogja lőni. De ha nem ennyivel tartozik, akkor miért lőzik? Erről igazából érdemben többet erre nem tudok válaszolni. Nagyon sajnálom, de ebben... Én még amit szeretnék teérdekíteni, hogy 2006-ban veszem fel, és akkor direkt megkérdezték az ügyintézőt, hogy mennyire számolt el a svejci fantázat. Ő akkor megmutatott, hogy maximum 10-15 számolt. Holott 2002-ben már Gyurcsán Ferencét mutatták, hogy 2014-ben 250 valamennyi forint lesz a svejci fantázat. Ez a teljes vásárlásra kapcsolatos, azt szeretném mondani a viszonyát. Tehát a bankok tudták előre, hogy ez a manipuláció be fog következni. És ugye mégis azt mondták, hogy nem csalás, és csalás volt az ember. Ez egy nehéz kérdés, feszeget. Az, hogy mi a csalás, mire meg megint csak egy független, tőlünk független, érintetlen szervezet, aki amúgy megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezik, el fogja dönteni, és remélhetőleg megnyugtató módon hosszú távon rendezik ezt a kérdést. Ez így el mindkettőnknek jó lenne, nem csak önöknek, én nekem személy szerint is, de még a banknak is. Nem járt ezzel senki jól. Én kérdezik, hogy ez oda visszamenne ezek a dolgok. Én adok be az önöknek 6 millió forintot, akkor kapok, miért tetszett az 19 milliárdot. Mert oda vissza is kell működni ennek. Itt az otthonnak. Természetesen erre most megint csak nem fogok tudni érteni, mert természetesen nem kap. Mi sem kapunk önöktől 2019 milliárdot. Az egyedi esetet is, hogy a végén ne legyen még jobb kárebből. Hadd tegyek föl. Egy kérdés, hogyha ön nem tud válaszolni, a bankon belül esetleg a felső vezetésben van olyan ember, aki ezen el tudna minket irányítani, aki ön szerint meg... Ez a fajta fórum, ez sem létezik. Sajnálom. Na most, hogy említettem, önök ügyintézőt kértek, ha kirányok, hogy ugyanezt el fogja mondani, tehát nem az a lényeg, hanem az a fajta, hogy olyan fórumon keresik az igazukat, ami biztos, hogy nem fog segítséget jutani, legfeljebb most hova menjünk? Hova menjünk? Hogyha meg is lennénk? Igazából személyesen sehova nem fognak tudni úgy elmenni, hogy erre érdemben választhatnak, és minden vitás kérdés természetesen a bíróság fogja eltenni. De akkor ez erről azt mondja, hogy ez egy szándékkal. Nem, én ezt nem mondtam. Nekem ez jön le belőle. Én azt mondtam, hogy sok olyan tényező miatt megváltozott a gazdasági helyzet és más egyéb is, ami okozott nagyon komoly feszültséget magyarra, sok mindenhol, igen. Ausztria is egyszer végigélt már ilyen hasonló érmények. És itt is majd rendbe fogják kapni, remélhetőleg, mert helyemben halljon meg. Nem egyik egyik se fog meghalni, higgyel. Nem, ugye a másik kérdés, hogy említette, hogy ugye Ausztria is megélt már ilyet, de ha egyszer ott megélt, akkor itt nálunk miért vezették be újból? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ezért a kérdés az, hogy csak a bankfelelős vagy a szabályozó-e, aki láthatta azt, hogy milyen keretet kell rakni, ezt nem tudom, ez az a felelősség kérdés, amit nagyon sokan feszegetnek, mindenkinek erről lehet személyes véleménye, önöknek nyilván az enyém biztosan eltérő, a bankjétól meg aztán nagyon messze, de sajnos három szereplője van ennek a történetnek, a hitelszervező, a szabályozó és a bank, de ennek akkor is három szereplője van, a szabályozó ma már korlátokat tesz, és nem lehet ilyen. Minden szervezet és minden cég arra fog törekedni, hogy a maximális profitot elérje, ha legális kereteken belül, legális kereteken. A jobb szabályban le van írva az. De milyen jó a hitelszervezőn hogy lehet hibás? Hát én elviszem az automat, az autószervezőn. Nem mindig, csak én nem erre személyek meg. Azt mondtam, hogy három szereplője van ennek a történetnek, és három dolgot lehet vizsgálni. Én csak általánosságban állapítottam meg azt, hogy ma egy olyan élethelyzetben élünk, ahol legtöbbször valóban az ügyfelek kerülnek olyan élethelyzetben, mondjuk a másik két szereplő hibája miatt, ami nem emberséges, de sajnos per pillanat itt, ebben a fiókban, ebben a pillanatban nem tudjuk megoldani, ellenben remélhetőleg egy házzal odébe rendezni fogják, illetve az önök sorsa is irányba fog állni. A svájci szankjegybanki alapkamat a leeső tulajdonképp nulla valahány századra. Akkor miért?
Miért nevezhetne akkor a törlesztő részlet? Szakmai kérdésre. Az a baj, hogy ebbe belemennénk, akkor úgysem fogadnánk el a választ, amit is feleslegesen pedig nem szeretném hergelni önöket tovább. Egyszerűen csak miben tudom, ezért nem szeretném tovább, mert amúgy szerintem nem szándékom azt, hogy önök. De azt a baj, hogy miért, akkor menjünk meg. Normálisan nincs összetett választok vannak, és nincs egy ilyen A és B választ. Nincs fekete és fekete. Jó, akkor ne menjünk bele ilyen pontokba. Egyetlen egy kérdés, amiért idejöttünk. Önök most az ügyfelek elutasítják, nem tudnak az ügyfélek tájékoztatást adni. Mi most egy olyan esetben, ahol egy már meglévő nagyon komoly vita folyik az ügyfél és a bank között, egyénileg, fiókként nem tudjuk vállalni a felelősséget, hogy erre választ vagyunk, és hiába mutatja, nem fogok vele foglalkozni. Nem kell foglalkozni, ez jó, már úgy tesz, hogy én nem tudom vele, nem fogom. Majd számítást vele volna csinálni. Rajta van minden. Itt weblapon is minden. De igazából az az igazság, hogyha oda mennek, akkor ugyanez fog történni, mert nem hiszem, hogy bárki is lesz fér. Igen. Úgy is közel van, mindjárt megnézzük őket. Van, amelyes levontuk, hogy megpróbált valami konzekvenciát levonni, de mindent nem tudunk. Nagyon sokat foglalkoztunk, de ennek próbáltunk is valamilyen módon utakat találni, és itt van az, hogy a szabályozás a bank egymással kommunikálva próbált utakat találni arra, hogy lehetett valamilyen módon kezelni. Rendben, sajnos tökéletes, azért nem lehet, mert az eltelt időt nem tudjuk vissza. Hát új hitelezések már nem tartalmazsák ezeket a nagyon komoly kockázati elemeket. Eleve a hitelfelvevők vizsgálata, az ingatlanok vizsgálata, eleve a devizahitel kivezetés, nagyon sok minden, sőt vannak már olyan direkt, kimondottan 10 éves konstrukciónk, ahol az első pillanattól az utolsó napig tudja pontosan a hitelfelvevő, hogy mit kell fizetnie, még azt sem befolyásolja, hogy közben hogy alakul a világ sorsa. Ilyen konstrukciókkal próbálunk azt, hogy a jövőben ilyen hibában elsünk bele. Magán szemét, én nyilván megzavítettem egyet is érni. Annak olyan akkor vagyunk, hogy megrémű teljes napdíjhozat, amit... Erről folyik a parlamentben az a szabályozás, először is a kúria döntése, utána lesz egy jogszabályalkotás, amikor remélhetőleg ezeket a kérdéseket úgy rendezzük, akár közösen, és ebből mi majd jelentős költségeket fogunk vállalni, mint eddig is a bankok azért jelentős költségeket fizettek be a kasszába, hogy aztán utána ez soha nem fog rendeződni. Ezt azért mondom, hogy érzelmileg ez már annyira túl szűtött, hogy ez, ha még racionális döntések szeretnek, akkor az fog rendeződni. Persze. A bankok ez hogy Én a személyes véleményen tudom csak megfogalmazni. Hát erről egy hivatalos álláspontot remélhetek. Én nem vagyok a banki félelmet azon a szintén, ahol ezt pontosan látom, hogy ki milyen erkölcsi és egyéb tanulságot mondta ebből. Maximum a mi szintünkön azt tudjuk, hogy ez remélhetőleg nem ismétlődik meg, és gyakorlatilag ezt lehet normálisan rendezni, mert amúgy hétközben fogva mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint önök, nem az rosszabbak, mert azt nem is a közfüggetésünk. Ez még a bocsánatétlen, igaz, de erről még innen szeretnék. Az elmondásából én azt tudom észre, hogy ön is, és a bank is tudja, hogy ezt a dolgot meg kell oldani. Én ilyet soha, meg kell oldani, igen, ebben egy rakunk. Akkor tudják, hogy itt van egy nagy dolog, hogy meg kell oldani, akkor mi az összél? Állítanak ki újabb és újabb végrehajtásokat az emberek ellen, és miért nem állítják le azokat, amit most folynak? Az a nehéz ebben, hogy erre egyéni esetekről beszélünk, hogy globális. Globálisan arról kell nyilatkozni, hogy ennek a megoldását most keressük közösen, parlament főleg, és mi ahhoz próbálunk csapatkozni, nagyon lassan. És a kérdésre válaszolva, hogy a végrehajtások azok meg egyéni történetek, aminek nem tudom a részleteit, van, amikor nem biztos, hogy indokolatlan a végrehajtás, ezt nem tudom. Erre önnek egyénileg lehet majd megnézni, hogy adott esetben mi történt ott, mert azért a függetlenül az előző hitelektől
és magánemberek között is léteznek végrehajtási eljárások, amikor úgy indokolja az élethelyzet. Ez a bankról van szó, tehát a banknak ugye biztos van olyan ügyfele, aki nem olyan tisztességes, sem olyan korrektű járt, hanem tudatosan mondjuk megrövidítette, és olyankor például indokot lehet. És melyik is a több ön szerint a korrekt ügyfél? Vagy erre, az igazság, hogy valószínűleg a korrekt ügyfél a több, mert... Akkor miért nem állítjuk le az összeset, és kevesebb ezt már az állam megmondta, hogy le kell állítani, és aztán utána ez kinyitott ezt a kaput, tehát megint egy külső szabályozó ezt már kezelt ezt a kérdést, és megint ne egyénileg tőlem. De miért nem mondja azt mondjuk az UNICEF-nek? Van nyilván a többileg is fel fogjuk tenni, vagy már fel is tettük. Mondom, jogszabály szinten fogják kezelni. Hadd kérdezem, miért várunk a jogszabályra? Azért, mert a megoldások esetében az igazság mindig két oldal is van, tehát mindenkinek megvan a maga igazsága, és nyilván mi a magunk igazságában hiszünk önök az önökébe, és mikor két vitás fél van, akkor majd ez a felső intézmény, amire van is erre legalább. Akkor most erre kérdezem, most ki mondta az igazságot. Két fél elhangítás. Akkor miért nem, amikor zárjanak rólunk, mert minket mi hagynak ki? A civil térát, miért mi fejünk fölött zárjanak a bal, meg a formát? Azt gondolom, hogy a lakosság is a maga eszközével próbálja keresni a maga igazát. Ez egy akkor miért szeretnék, hogy itt vagyunk? Igen, nem szeretnék, hogy nem szeretnék. Már nem barát, az előbb azt mondta, hogy tudatos, végrehajtás, amelyik, hogy a... Nem, azt mondta, hogy vannak egyéni esetek. Igen, és valaki tudatosan fizet, ugye? Így mondta. Mit nevez a bank? Álljon meg, az UniCredit Bank, mint ön a dolgozója, aki most képviseli, ugye? A vállalkozásban. Mit nevez ön tudatos megfizetésnek? Amikor valaki mondjuk, és akkor nem a bank, hanem vegyük külön, a magánszférában is, én tudom azt, hogy biztos, hogy nem fogom tudni visszaadni, de mégis kérek, akkor gyakorlatilag a másik fél joggal fogja visszakövetelni a pénzét. Ilyen létezik. A törvényhez adott, megállapodott szabályok szerint is a pénzét. Én a törvényes keretek ezt mondtam. De mindent a deviza látod? Ön szerint a deviza látod devizát? Mindenben azt mondom. Kérdésem van. A deviza látod devizát? Természetesen látod. Hol látod? Nyilván az árfolyam erőssége ezen belül összefügg, ez már megint hosszú, és azt mondtam, hogy ilyen szakmai ütágban azért nem akarok belemenni, mert biztos, hogy nem fogunk tudni kompromisszunkat. Mondhatok, hát látod, most mondtam, hát nem mondom, hogy nem mondhatok, látod, de viszont azt kell megérteni, hogy ebben a szakmai ütágban azért nem érdemes belemenni, mert most se jutunk döntőre. Miben fizették ki? Miben fizették ki? Romániában elmondanám. Romániában a bankszámlára a devizát utalták, és akkor vette le, amikor akarta. Eurót, svájci frankot akarni. Hát ott kiadták. Mi nem láttunk svájci frankot. Én még életemben nem láttam, hogy itt erről ennyit. Mi az, ami szerintem most megy a szabályozás? Azt, hogy ezeket az árfolyam részeket és egyéb dolgokat helyrehozzák. Ez fog ezek a kérdések csomagban. Nem, ez valószínűleg a jogszabálynak, hogy a jogszabály alkotásnak csak egy eleme lesz, mint ahogy van az árfolyamnak és egyéb minden. Megpróbálják ezt úgy lezerhozni. Meg hány embernek kell meghalni, meg hánynak kell az utcára kerülni? Hát ezt nem veszik észre? Több ezer ember öngyilkos lesz ez. És hány lesz infartuszban, vagy érzésben? Családok szakadnak, az életünk alá lesz szakadnak, szétkülföldre menni az életünk. Meddig el kell kerülni? De ezért jöttem ki az utcára, mert másfél évvel ezelőtt még szóba szálltak velünk a bankba. Ha önnek azt mondják holnap, hogy kivarrunk a sajnálattal, fog valamit elérni az életében? Semmit, uram. Ez benne van a papír, hogy holnap engedjük. Lehet, hogy ilyen nyilatkozott, ugye. Tehát igazából ennyit sem feltétlenül kellett volna, de én sajnálom, hogy nem tudtam ennél többet segíteni, és remélem, hogy ez tényleg rendeződni fog. Hát az igen, ez a CMD-ben. Hadd a viszi megmutatja, hogy a lányban mindjárt fontos, hogy jön.
Maga a parlament képes lesz kezelni, hogy a végén nagyon sok rossz emléke és indulatta, de legalább már élhet, megélhet. De nagyon szívesen már hajlandók vagyunk, mert ugye ezt ilyen autodidakta módon mindenki saját húszkörből próbálja menteni, amit nagyon szívesen leülnénk mi a bank vezetőivel, és mi csak ilyen egyszerű paraszti módon, de el tudnánk magyarázni a mi problémát. Ez ezt szakmai nyelven megbeszélni, akkor ennyi rendezni, és a mostani sérelmeken túl már újabb nem keletkezik, és utána helyreállunk. Nem keletkezik. Amikor elindítanak egy új végrehajtást, akkor keletkezik. Az önök bankja ma is több ezer, vagy több száz alkalmazott ment el a közjegyzőt, és új felmondásokat, új végrehajtásokat. Ez be van szabály, hogy mennyi lehet, nem tudom. Be van szabály. Igen, hát az ingatlan árvezetés vonatkozik a kóra. Minden egy évre is vonatkozik, és mondom, ez egy nagyon nehéz kérdés. Megint csak kétválasztani azt, aki szándékosan károsít, vagy nem. Hát aki szándékosan károsít, az a bank. A magánéletben akár egy gyerektartás esetén is, ha indul végrehajtás, egyénileg lehet, hogy az az apuka, aki nem fizet, rettentő nehéz élethelyzetben van, ettől függetlenül jogos a másik oldalról a követelés, mert sajnos így szabályos lesz a dolgok. Azért mondom, hogy létezik olyan végrehajtás, higgyék el, ami nem feltétlen az önök élethelyzete, és azt, hogy most ez hogyan lesz szabályos, reméltek ezt is rendben, akinek, de tényleg csak azt tudom mondani, hogy itt a szabályozónak van egyedül kellő akarata és ereje és rálátása és bölcsessége, mert nekünk mind a két életen a történetben anyagilag és egyéb módon érintett, ettől nem tud olyan. Itt önnek van ráhatása, hogy amikor megkapja, hogy sétáljon el, akkor nem sétál el, és azt mondta, hogy azt nektek, én nem fogom az embereket kérdezni. Csak egy, de ez egy szerepkör, amit más betölt, miért nem. És ha a másik se vállalja el, vagy az ott ezt kérdés, hogy jobb szerepet, vagy jót állap, hogy mindenki se kérdezni lehet ismeret. Én csak ez a része létezik. Rossz kérdés nincsen. Itt rossz helyzetben egyedül az ügyfelek vannak, mert már látott ön olyat, hogy most azt mondták volna, hogy hát emberek nem kaptok fizetést, mert sajnos az ügyfelek nem hozzák le a pénzt. Ezt felállították, és tűzték az ajtón, hogy ki van rúgva, ilyen is létezik, és akkor hiába a tisztességes hitelt, akkor sem tudnánk fizetni a hitelt, és az már egyéni most. Az én helyzetemet azért nem akartam ide behozni, de figyel, sajnos félig meddig hitelek, hogy nem én veszem. Én még csak azt szeretném mondani, élem még azt az oldalt is figyelni. Hogy látja, nem vagyunk mai csirkék, tehát általában mindegyikünknek volt először is hitele. Mi ezt soha se a szüleinktől, tehát ilyen nem volt. Általában azért mi emberek olyanok vagyunk, ha felveszünk hitelt, akár áruvásárlás, autó, bútorhitelt, gyerekeket neveltünk, diákhitelt, mindig az volt, amikor megkerestünk, befizettünk. Tehát én ezt soha nem tudom. Most, 5 éve belekerültünk ebbe a csapdába, nem vagyunk ura már a saját életünknek, mert egyszerűen felborított. Azzal a hitel összegyen. Azzal lett volna. Azért vállaltuk, tehát nem hülye gyerekként mentünk be a bankba. Azt vállaltuk, de az, hogy egyik hónapra a másikra háromszorosára megugrott a hitel,
és akkor nem tudjuk az igazunk. Hát ugye önök ezt elmondták el, mint ügyintéző dolgozik ugye a bankban, hogy fel fog menni háromszorosára az összeg, egészen biztosan nem. De még egyszer tényleg is tudták. Hát ön lehet, hogy nem tudta, de a banknak már. Lehet, hogy tudnia kellett volna. Hát volt egy ilyen bal, nem érdekel a banknak. Ez olyan nehéz dolog. Egy darabig úgy tudom, egy darabig úgy tudom, hogy senkinek nem érdekel. Senkinek nem érdekel, hogy nem jut a pénzéhez, mások sorsa megkeseredik, ez senkinek nem érdekel. Akár nem tudja értékelni, de nagyon nem tudom, hogy az ember aki megbeszélődik a 20 milliós házat 4 millióért, akkor miért nem mondják azt, aki bennyelvett? Hogy van, hogy felajánlom, hogy 4 millió is akkor maradt. Én olyan élethelyzetek, amire nem tudok változni, nem tudom a konkrét esetet. Hát, azért ülhetnének le hozzánk, mert mi tudunk konkrét eseteket. Nem lesz könnyebb. Önöknek, én adok önnek egy névészkertet. Nyilván a vezetőség tud róla, hogy itt voltunk. És adok önnek. Hát is köszönöm szépen. Nagyon szívesen leülnénk, akár az Unicredit Bank vezetőséggel is beszélgetni. Köszönöm. 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 Hogy vannak ilyen jelenetek, mondjuk ilyen módszerek. Ennyi egy ember, mert az nem verek. A csávú szinte be van állítva arra, mert a mondó levezetőn nem tudom elhállítani. Ki van tudni, hogy a köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy nem tudom segíteni, de bízom, mert tényleg rendeződik. Közös érdekünk, az önöké is, hát tudom, mert nagy baj lesz ebben az országban. Azt ne várjuk meg. Nem szeretnénk, én mondom, én bízom el, hogy rövid időn belül. Abban nem bízom. Előben de kell bízni, ezt önön is rajtunk fog múlni, és ön most az összes alkalmazottat értem, amikor azt mondják, hogy elég volt, nem csináljuk tovább, akkor fog megoldani. Addig nem fog. És az a baj, hogy addig meg kívánnak tényleg ennek, hogy önökön csattan az ott volt. Elég nehézebb kellene az, hogy önökön csattan. Köszönöm szépen! Mindegy, ez az esetben a pillanatban. Jövő héten találkozunk.